Era mini ideje. Egy 42 hetes, ő is egy fő 12 másodpercet bírt Gabon is saját magához képest. Hogy alakul a mondából a gyümör, az a vetom alapon, szép lassan a többiek is mind jobb és jobb formájukat hozzák. Azonban nem tudom elfelejteni, hogy én alapvetően csak a pályán elért időeredményeket tudom közzétenni. A hibapontokat majd értelemszerűen az utolsó futam után tudják hozzáadni a versenyrendezősök tagjai, a pályabírák, és egyébként beszélgetünk itt arról a főrendező úrunkkal, és valószínűleg tartom, miután így pörögnek az események, lesz 4 futamunk is. De csak miattatok, csak itt, csak most, csak nektek a kampuszkupát. Na nézzük az olcit idejét. Diszkóvarázs megy tovább. Szint. 01, 38, 9-es. Az 1.42.20 helyett, tehát ő is javult egy 4-es csoki. Bocsássál meg, ne legyek kemény, anyámmal élek, mavettával járok, macskámmal. Na, közben pedig a RV online, tehát Rally Fanatic online, bocsássál meg, szponzorátja. Elvileg a pályán, és hát megmutatja nekünk, hogy mire is képes, hogy az előző körben elvileg Szabó RV 1.43.8-at ment. Kíváncsi vagyok, hogy most hogy ez képes. Utána jön egy ugyanilyen tesója. Kísérletesebb állapot van, így a szervidőkörítés Rubiánból kirakott verzióját nézve. Low budget verzióban megyünk. A lemez felvéről és 30 vagy 40 eszendős marangóli abrocsokról már nem is beszélve, de egyébként ez fog igazán. Tehát ezt tapad rendesen, ez az, ami átviszi a nyomatékot. De a rajtnál vigyázz, nehogy elpattanja a féltekért csukló. Feszítsd elő, ezt úgy szokták mondani, hogy előfeszíted, húzod a kézit, kicsit felengeded a kuplungot, feszüljön a kocsi, és elmehet vele. Azaz, figyeld. 15-ös ideje, a következő. 0-1-41-1. Gratulálunk, 15-ös német cíli. 16-os ment, tehát mindjárt más a kávé.